Ja, ahogy ő mondta. Szép estét kívánok! Ötfős Károly vagyok, Karesz. Itt a társam mellettem, úgy hallgat, mint a... Akiben? Vég Zsolt vagyok, Vég Sándor Zsolt. Köszönjük, de nem kértünk tapsot, de aztán kértünk. És először is, mi javar kezdenénk, tudjátok, magyarok ünnepe március 15-én van. Itt van a lábunk alatt, 16-14-nél, hol van. És kezdenénk egy verssel, nemzeti dal, Petőfi Sándor. Zenevona, Vég Sándor. Talpra magyar, híja haza. Labra ember, vára hú. Itt az idő, most vagy soha. Itt a jetax, 3 minute. Rabok legyünk, vagy szabadok? God le, vagy sikereda? Ez a kérdés, választható. Kettő közül az egyik. A magyarok istenére esküszünk. A gulyásra és a pörköltre esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Esküszünk, hogy töltött káposztát többé nem eszünk. Rabok voltunk mostanáig, most jöttünk ki Kodleáról, kározott a kősapány, lejünk sincsen. Kik szabadon éltek, haltak, kik az orosz piacon vásároltak. Szolgaföldben nem nyugodtak, többi nem lopnak. A magyarok istenére esküszünk. A fuszújkalevásra és a pityokalevásra esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Esküszünk, hogy töltött káposztát többé nem eszünk. Sehonnai bitang ember. Nézze egy román. Ki most ha kell halni, nem már? Nagyon gyenge. Kinek drágább rongy élete? Bezárták a textilgyar. Mint a hazabecsülete. Őrkőnek a rangja. A magyarok istenére esküszünk. A házunkra és az odunkra esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Esküszünk, hogy többé nem lopunk. Köszönjük szépen a tapsot! Szeretnénk pár történetet elmondani, ami megtörtént velünk. Az első velem történt, tudja, hogy szeretek fotballozni, nagy köztük és nagy élet. Kicsit sáros már, személy arról jön, nincs. Ahogy mondja a kolléga, most nem. Csendben. Nos, úgy volt, hogy megyek hazafelé, mesélem édesapámnak, hogy édesapa képzett, két gólt is tudtam. Igen, fiam, menj ezzel még egy-egy. Hát én áprilissal kapcsolatosan szeretnék mondani egy történetet. Amint tudjátok, hogy áprilisban szokott lenni ez a húsvét ünnep, nem tudom, ismeritek-e? Amikor a fiúk mennek locsolni, mindegy, nem ismeritek. Egyszer apám elment otthon. Otthon maradok egyedül anyámmal, én ülök a számítógépnél még mindig. És egyszer anyámhoz jön egy tag. Az a tag bén is jön az ajtón, hát jó, és előbeszünk anyám elé, és azt mondja, anyám. Szóval anyám azt mondja neki, addig ne locsolj meg, míg egy verset nem mondasz. A tag gondolkozik egyet, én vagyok anyám mellett. Aztán
Így hangzik a vers. Zöld erdőben jártam, bokorban barna kislányt láttam. Oda mentem, nézzem meg, s hát szarba az meg. Na most, szeretném még egy többet elmondani, most apa megszivatott, most én szivatom meg a következő évvel. Meg, hazat mondom, képzeld, megjelent Jézus, kezi hótá, CD és kazetta. Még egy utolsó történettel szerettem, és nem történettel, hanem gondolkodásom is. Amit én gondoltam ki, hogy arra jöttem rá, miközben vécéztem, hogy a vélemény olyan, mint a ságjuk. Mindenkinek van, de senki se kíváncsi a másikére. Köszönjük szépen! Hát a kollégám túl elhamarkodta a dolgokat. Na, mert még egy történettel szeretnék nektek előállni. Tudjátok, minden gyermek az anyához és az apjához őszinte. Én is őszinte leszek hozzátok. Hát igen. Szóval, melyik az úton egy nagyba, meg a színházba, nézzek meg valami előadást. És egyszer egy ilyen kicsit több mag, ott nekem kellett K1-ezni. Kisbob. Úgy, ahogy mondtam. Kisbob. Köszönjük a lerövidítése K1. És ott kezdett nekem ott rugodózni. Azt se tudtam, hogy mit akar tőlem. És egyszer mondom neki, ne nagyoskodj, ma a gerebét a csűrből lekapom, és úgy áródolok, hogy hozzá egy szaladsz. Köszönjük szépen, Andrew.